Harangszó hívta misére a híveket és zarándokokat szombaton a bátai Szentvérkegyhelynél. Mátyás Márta a családjával érkezett ide, bár Baranya megyében élnek, minden évben elzarándokolnak Bátára. A nagyobbik a kisunokám. Sommerek nincs messze, és akkor ide elhoztam. De minden évben el szoktunk jönni ide Bátára. Mi miatt szeretnek ide jönni? Feltöltődünk lelkileg. A zarándokok legtöbbje kora reggel gyalogvágott neki a Szekszárdbáta vagy a Mohácsbáta távok valamelyikének. Láncsokról jöttünk, és hatan jöttünk Láncsokról, de Mohácsról zarándokoltunk gyalog. A bátai kegyhely nem véletlenül az egyik legnépszerűbb hazai zarándok célállomás. Ez az ország egyetlen olyan szentvérkegyhelye ugyanis, amit kifejezetten az 1938-ban Magyarországon megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus emlékére építettek újjá. Most, amikor ismét 2020-ban Magyarország adott hont ennek a Nemzetközi Eukarisztikus Találkozónak, most is fölvetődött a Pécsi Egyházmegye püspökatyában az a gondolat, hogy fontos volna ezt a kegyhelyet méltó módon előkészíteni erre az eseményre, ezért egy nagy Európai Uniós pályázat keretében ugye látható módon, nagyon látványos módon megújult a kegyhely. A zarándoklat részeként Erdő Péter esztergomi bíboros tartott szent misét. A magyarországi egyházfő arról beszélt, hogy a bátai kegyhely már a törökdulás előtt is fontos egyházi helyszín volt, ezért az egyik legfőbb feladat, hogy a felújított Szentvér templom a 2020-ban újra Magyarországon megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszus után is eleven központja tudjon maradni a hazai katolikus kultusznak. Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is egy vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk. Isten áldja meg az egyházmegyét, Isten áldja meg ezt a kegyhelyet. A bátai zarándoklat körmenettel ért véget.